Szalúton! A mai mondatunk már a táblán látható. Egy tanítványom a következőt akarta kifejezni. Biciklivel járok, ami egészséges. És a következőt írta. Mive túrász per biciklo? Kiu estas sana. Igen, nem csak elfelejtette, hogy a kiu, mint vonatkozó név más, egy főnévre vagy egy főnévi csoportra vonatkozik, jelen esetben a biciklóra, de nem az egész tagmondatra. Mit tehetünk tehát, hogy ne azt fejezzük ki, hogy a kerékpár az egészséges, hanem az, hogy az egészséges, hogy én biciklivel járok. A kiu helyett a kio vonatkozó névmást használjuk, mert a kio nem csak egy bizonyos szóra, vagy egy főnévi csoportra vonatkozik, hanem egy egész mondat részre, arra, hogy biciklivel utazom. Vagyis helyesen így hangzik a mondat, mive túrász per biciklo, kio estas sana. Nézzünk egy másik példát. Li scribis letteron, kion, vagy kiun, mi vidis. Mind a kettő vonatkozó névmással helyesen mondat, de nem ugyanazt jelenti. Attól függ, hogy mit láttam, a levelet láttam, vagy azt láttam, hogy írta a levelet. Ha a levelet láttam, ezt szeretnénk kifejezni, a kiunt használjuk, hiszen a kiu az egy bizonyos főnévre, vagy főnévi csoportra vonatkozik. A kio viszont egy egész mondat részre, vagyis arra, hogy li scribis letteron. Készítettem még hasonló feladatokat, ezeket a honlapomon meg fogod találni. Hogy ne maradj le a következő tanításról sem, iratkozz fel a YouTube csatornámra, vagy kövess a Facebookon.